Játékos órákat tölthettek a Kressz Parkban azok az általános iskolások, akik ellátogattak a kerékpáros totó és ügyességi versenyre, melyet a Bihari Természetbarát Egyesület szervezett az Európai Mobilitási Hét programjaihoz csatlakozva. A Bihari Természetbarát Egyesület idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programjához, és ennek keretén belül csináltunk a gyerekeknek egy Kressz programot itt a Berettyóújfalui Kressz Parkban. A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság kollégái által kialakított Kressz pályán kerékpárral teljesítik a feladatokat, ahol időt, illetve gyorsaságot is mérünk. Az első három helyezést ajándékokkal jutalmazzuk, amit Király Attila bicikliboltja ajánlott fel. Ezt majd este 6:30-kor fogjuk átadni a Szélsőérték Fesztivál keretén belül. A 2 éve átadott parkban a gyerekeknek lehetőségük nyílt elméleti tudásukat kipróbálni a gyakorlatban is. Ebben a rendőrség munkatársai segítették a diákokat. Az ide érkező gyerekeknek felhívjuk a figyelmét a helyes kerékpáros közlekedésre, hogyan kell a mindennapi életben használniuk a kerékpárjukat, valamint elmondjuk, hogy mivel kell felszerelni a kerékpárjukat, az, hogy megfeleljen mindenféle jogszabálynak, sőt, készültünk ajándékokkal is, amely ugye azt szolgálja, hogy megfeleljen ez a kerékpár a jogszabályban előírtaknak, ilyen például a prizma és a lámpa. Minden kerékpározónak adunk még ezen kívül láthatósági mellényt és egy láthatósági karkötőt is. Ezek a vetélkedők ugye arról is szólnak, hogy ezekre a gyerekek készülnek, elővesznek tesztlapokat, a segítő tanáraikkal kijönnek ide a Kressz Parkba, megnézik a táblákat, és onnantól kezdve ugye úgy mennek ki majd a közúti közlekedésbe, hogy ismerősek lesznek nekik ezek a táblák, fogják tudni, hogy meg kell állni a stop táblánál, fogják tudni azt, hogy a gyalogátkelő helyen való áthaladáskor le kell, hogy szálljanak a kerékpárjukról, úgy kell áthaladniuk, és van nekik motiváció ezeknél a versenyeknél arra, hogy ezt jól teljesítsék, mert jutalmat kapnak ennek a végén, hogyha ezt helyesen teljesítik. Kerékpároztunk, kerékpáros ügyességi feladatokat csináltunk, és egy tesztlapot oldottunk meg. Mi okoz számodra nehézséget ezekben a feladatokban? Leginkább olyan feladatok nehezek, amikor két nagyon hasonló tábla van, és ezek között különbséget kell tenni. Például volt egy olyan, hogy melyik az egyirányú út elnevezésű tábla, és volt két tábla, amelyik az egyik, mindegyik hasonlóan nézett ki, de az egyik volt az igazi, és ezt kellett beixelni. A program célja, hogy a gyerekek megszerzett tudásukat a gyakorlatban is hasznosítsák, ezáltal biztonságosan tudjanak közlekedni.